meg kell hallgatni az embereket, meg kell érteni. Meg kell hallgatni, meg kell érteni az embereket. És nem az ellentétöket keresni, hanem ami összekapcsolja az embereket. És én ezt kerestem mindig. Ezért is maradtam ott a kollégiumban is. Két világháború között Hódmezővásárhelynek óriási tanyavilága volt. 1938-ban Szénási Gyula, felsőkopáncsi tanyai tanító javaslatára Szatmári Lajos gimnáziumi tanár megszervezte a tanyai tanulók otthonát, amelynek első önálló helye a Csengettyi utcai üres kántori lakás volt. Így fogalmazott. Nem lehetett nem cselekedni, mert meg kellett adni a lehetőséget a föld fiainak, hogy tehetségükhöz mérten érvényesülhessenek, mert az ő talentumaik is a nemzeti közvagyon kamatoztatandó tőkéjéhez tartoztak. Édesapám Szélási Gyula, aki Tiskunfélegyházi állami tanítóképzőben végzett 1931-ben, és mindjárt utána Hódmezővásárhely külterületén a felsőkopáncsi tanyai iskolához került. Szatmári Lajos bácsi a gimnázium tanára, ő többször tett látogatást a tanyai iskoláknál, így a kopáncsi édesapámnál is a kopáncsi iskolába. 1938-ban, január 6-án a Református Egyház nevelési konferenciáján is felszólalt, és így került sor édesapám beszédére is, ahol, amivel ő, hát, mint ahogy utólag megtudtam, nagy hatást gyakorolt a közösségre, az ottani közösségre. A fiúk közül Dószegi Pétert találta leginkább a rászorultnak, aki jó eszű volt, és édesapja nagyon súlyos beteg volt. Őt tartott alkalmasnak, és akkor hozta be a gimnáziumba a meghallgatásra. Ez a kopáncsi iskola volt, ahol egy osztatlan osztályban voltak 60-70-en, ahol mégis Szénási tanár úr fölfigyelt arra, hogy ennek a gyereknek se füzete sincs, se palatáblája, csak amit a bátyjától félig töröttem már örökölt, könyve sincsen, de egyszer meghallja azt, amit az iskolában elmondanak a tanárok, és attól kezdve azt nem felejti el. Szerencsésen esett időben az a törekvés, amit itt Vásárhelyen a Református Egyház néhány kiváló képviselője kitalált, hogy próbáljanak megsegíteni ezeknek a szegény sorsú, de tehetséges diákoknak, hogy tanulhassanak, mutathassák meg, hogy mire képesek. És hatan vették sikerrel ezt az akadályt, ők voltak az első évfolyam a Cseresnyés kollégiumnak, amit akkor még nem így hívtak, nem csak tanyasi tanulók otthonának, és az ő számukra egy megváltás volt, mikor egy kicsivel később önállóan kezdhették el a saját kis életüket ebben a bizonyos tanyasi tanulók otthonában. Azzal együtt, hogy nagyon szűkösen éltek, időnként még éheztek is, minden munkát neki kellett elvégezniük. Aki nagyon nagy példa volt az ő számukra, az Németh László, hiszen ő nem csak a Cseresnyés kollégiumá vált tanyasi tanulók otthona támogatása miatt volt fontos tényező, hanem mind a két szülőmet tanította itt a gimnáziumban. Végig kitűnő tanuló voltam a elemi iskolában, és a tanító nénim úgy gondolta,
mert megtudta, hogy megalakult a tanyai tanulók otthona Hódmezővásárhelyen. Úgy gondolta, hogy én is alkalmas vagyok erre a feladatra, és annak a három feltételnek meg is felelek, amely a tanyai tanulók otthonába való jutásnak a feltételei voltak. Tanyai, kitűnő tanuló és szegény paraszt családból származó. Valamikor 39 tavaszán a felvételére behívtak bennünket, 11 nehányan voltunk. A felvételi után valamikor értesítették az iskolát, hogy mi történt velünk. Felvettek a tanyai tanulók otthonába. 1942-ben a tanyai tanulók otthona a Holló utcai üres iskola épületbe költözött át. Az intézmény felvette a Cseresnyés nevet, miután Németh László felajánlotta a Cseresnyés című drámája jövedelmét az otthon számára. Így írt Szatmári Lajosnak. A Cseresnyés szerzői jogát a Hódmezővásárhelyi tanyai gyerekek internátusának ajándékozom, s téged kérlek meg, az otthon alapítóját, a Cseresnyés álom első földön járó hősét, hogy ami ezen az új jogon becsurran, a fiúk javára fölhasználjad. A Cseresnyés 1946-ban csatlakozott a Népi Kollégiumok Országos Szövetségéhez. Egy évvel később, helyszűke miatt, átköltöztek a Lázár utcában lévő Balassa féle fatelep egy nagyobb épületébe. Jelentkeztünk a Cseresnyés Népi Kollégiumba, és így 1949. januárjában felvételt nyertem a Cseresnyés Kollégiumba. Innen jártunk a kollégiumi helyünk megszűnéséig, ami gyakorlatilag 1949. augusztusának a végén egy személyre szóló levél formájába jutott a tudomásunkra. Most még amit el tudnék mondani a Cseresnyés Kollégiumba eltöltött időmre, el tudom mondani, hogy nagyon megszerettük egymást a gyerekekkel. Elmentünk a Loránffy Zsuzsanna kollégiumba, ahol a lányok voltak elszállásolva, és ők vállalták, hogy főznek olcsó ebédeket, és mi vittük a fát, ők pedig hát főztek is. A tanári pályáját a tanyai tanulók kollégiumában kezdte el nevelőtanárként, úgy került később a gimnáziumba. Nagyon nagy szeretettel végezte ezt a munkát, és lakott is a diákokkal együtt. A nevelésük mellett még ezt nevetve mesélte, hogy borbély tevékenységet is ellátott, és nyírta is a fiúk haját. Ez a kezdeményezés ez Vásárhelyről indult, és Szénási Gyula tanító, és Szatmári Lajos állt az élére ennek a mozgalomnak. Szatmári Lajos távozása után édesapám vette át a tanyai tanulók kollégiumának az igazgatását is. A fiúk távozása után a Holló utcai épületben megnyílt a Cseresnyés testvérkollégiuma, a NÉKOSZ kereteiben beindított Loránffy Zsuzsanna népi lány kollégium. Az már mindkettőjük számára teljesen természetes volt, hogy a népi kollégiumok kialakulásakor mindketten aktív szerepet vállaltak a NÉKOSZ munkájában. Édesapám ugye a fiúknál, édesanyám pedig a Loránffy Zsuzsanna kollégiumban játszott szerepet, és amikor az átköltözött a Holló utcába, akkor nagymamám konyha vezetőként dolgozott. Lobogunkat fényes szelők fújják, se az van arra írva, éljen a szabadság. Sej szellők, fényes szellők, fújjátok, fújjátok, holnapra megforgatjuk az egész világot. Ó, jaj! Itt a sarkon, a Holló utca sarkon, nekünk az a sarok volt ott a Holló utcán,
egy kollégiumot, mert onnan a cseresznyés fiúk elmentek, és lány kollégium lesz. Nem nagyon jövettek be, meg fiú máskülönben se, igaz, az ablakon be akartak jönni, mert nekünk ott nagy hosszú ablakaink voltak, azon csak ilyen kis vitrázsok voltak, de rolló nem, és fényünk azért volt, és a túloldalról a kamasz fiúk, vagy kortársaink, mindegy, hogy mondom, meglátták, hogy itt egy csomó lány van, és be akartak mászni, nem is egyszer, akkor nagy sivalkodási riadalom, minden, aztán Gyüt Kálmán. A cseresznyések csak meghívásra ünnepkor jöhettek, vagy ha valakit korrepetáltak, mert olyan is volt. Innen indul a Loránfiból, hogy én kicsi gyerekként már ezt láttam, hogy nem lehet elbújni a másik megé, hanem tenni kell, igen, csinálni kell. Együtt. A közösség az mindenek előtt való, hogy egymásért is felelősek vagyunk. És nekünk ott a Loránfiba valami olyan fantasztikus kezdőrugást adtak, és motiváltak lettünk, és ez borzasztó fontos. A háború utáni időszakban rendkívül nehéz körülmények között éltünk, éheztünk, négyen vagyunk testvérek, és akkor jött ez az alkalom, hogy be lehet menni a kollégiumba, mert ott adnak enni, ugye ez volt a lényeg. Ez az egész nékoszféle nevelés, hogy ilyen szolidaritásra nevelt bennünket, hogy egymásért, olyan nem fordult volna elő, hogy elhiggyeljük a másiktól, hogy ő neki egyel több van, nem fordult elő. A legszebb emlékeim ez a népdal éneklés volt. Fantasztikus mennyiséget, mai napig él bennem, hogy ez az igazi zene. Hosszú útról visszatérni nem lehet, a szerelmet eltitkolni nem lehet, a szerelem szélesen a tengervizénél. Árvá vagyok a lehulló levélnél. Hát volt egy olyan időszak, amikor hát egyszerre három lányba is szerelmes voltam, ezek közül egyik a Kertész Juska volt, a szakásnőnek a leánya. Egyébként ezekről a nagy szerelmekről leginkább én tudtam, nem annyira a lányok, olyan szerelem volt ez. A másik az pedig egy Szabó Mária nevű kislány volt, akit a Völgy utcai kollégiumba, az ablakba csodálhattam meg, azzal beszédes viszonyban is voltunk, hát meg a Kertész Juszkával is természetesen. A harmadiknak a nevét azt én inkább nem mondanám, mert az attól megperkölöttem rendesen, el sem volt talán életünkben se a perkölés. A kommunista diktatúra államosítása megszüntette a népi kollégiumok országos szövetségét, így a Cseresnyés népi kollégium és a Loránfi Zsuzsanna népi lány kollégium beolvadtak az állami középiskolák diákotthonainak hálózatába. Szatmári Lajos töretlen hitét azonban nem lehetett elfojtani. Így fogalmazott. A Cseresnyés jelene vállalja a múltját, a múltja a jelenbe vezetett, és hitünk szerint a múltjához és jelenéhez méltó jövő felé hömpölyög. Az államosítás után a fiú kollégisták átkerültek az Oldalkosár utca 17 szám alatt lévő épületbe. Az állami fiú diákotthon 1963-ban lett Szántó Kovács János középiskolai fiú kollégium, amely 1967-ig üzemelt azon a helyen. Oldalkosár utcai kollégiumba, amit állami kollégiumnak neveztek, kerültünk el, gyakorlatilag akik a cseresznyésbe is együtt voltunk, gyakorlatilag itt is egy csoportban voltunk.
Körtvélyesi Laci bácsi volt a kollégiumi nevelőtanár, egyébként Körte papa is látható rajta takarásba. Amikor közeledett a levéd, akkor mondta, hogy cseregetik a vendőt, és akkor indultunk ebédelni a konyhára. A lánykollégisták az államosítás után átmenetileg a Leány Gimnázium Völgy utcai internátusába költöztek át. 1954-ben nyílt meg a Kálvin tér 2 szám alatt az állami Leány Diákotthon, amely 1961-től Május 1 Leány Kollégium néven működött tovább, 1967-ig. A Május 1 Leány Kollégiumról, hogy kicsit rapszodikusan kapkodva mondjam, oda jöttek át a Leány Gimnázium épületéből, az internátusból, és Ili néni lett az igazgató, és aztán én főhivatású nevelőként bekerültem oda hozzá, vagy kerültem hozzá, és nagyon, nagyon meleg család, százan voltak összesen a lányok, 100-110 fő. Nagyon-nagyon családias meleg légkör volt ott. Csáki Pista bácsi vezeti gondnokságával kiválóan főztek ott, és ott helybe főztek az asszonyok. Jól látták el a gyerekeket. A Május 1 Leány Kollégiumban voltam 63-tól 67 érettségig. Tanya iskolába jártam, osztatlan iskolába. Ami jellemző volt akkor a kollégiumra, hogy 50-60%-ban tanyai gyerekek jártak. Az igazgatónő Labocfalvi Ilona volt akkor. Hát nagy szigor volt. Volt minden áldott nap napos ügyeletes. A nagykapu zárva volt. Ili néni az következetes volt. Például fiúval levelezni csak szülői engedéllyel volt. Névre szólóan, hogy kivel. Hogyha mástól kaptunk levelet, akkor raportra voltunk hívva, hogy ki az. Varnunk kellett, szépíteni kellett, Ili néni elvárta, hogy szépek legyenek a hálótermek, vaságyak voltak, a vaságyak végére fehér vászonból kikeményítve kis függönyöcskéket tettünk, húztunk, határozottan szépek voltak a nyomorúságos körülmények, idézőjelben nyomorúság, mert nem éreztük ennek a hiányát, körülmények csak a mostanival összevetve. Szépek voltak ezek a hálók, ráadásul nagyon-nagyon szigorúan vették, hogy rendesen be legyen ágyazva. Ők tudták azt, hogy ebbe a korba, ha otthon is lennének a szülők, nevelik a gyerekeket. Mint egyik legszegényebb gyerek kerülök a Oldalkosárusza 17-be, nagyszerű nevelőtanáraim voltak, Csatári Bandi bácsi volt az igazgató, Ormos Feri bácsi, Fazekas, és Szabó Iván minden évben lehozta a képzőművészeti főiskolásokat művésztelepre. Péter Zsuzsáiknál andoltam, nagyon szerettem ott lenni, és egyszer Zsuzsának volt az az ötlete, hogy megmintáz engem. Szikár, kis kemény gyerek voltam, és tulajdonképpen így született az a gyuszi szobor, ami a kollégium udvarában lett felállítva. És akkor iskola, és akkor mentünk ebédelni, és délután szilencium volt, és nagy szigorúság, mert Csatrádi Bandi bácsi, meg Orvos Feri bácsi nagyon ügyeltek erre. És akkor este szabad idő. Szép életünk volt ott, és annyira tiszteltük, szerettük egymást, mert mind szegény gyerekek voltunk. A kör egész Kardoskútig bezárólag, hát mai napig is van Hatrongyosi jó barátom. Nem győzöm hangsúlyozni, ott vannak a gyökereim. Mindent vásárolni kaptam az Oldalkosárucai kollégiumból. Édesapám, akinek a neve Ormos Ferenc, az 50-es évek második felébe nevelő tanárként dolgozott ebbe az Oldalkosárucai régi fiú kollégiumba. 59-be hagyta abba a nevelőtanári állást. Mivel ő itt nevelőtanároskodott, és mi Kutasról jöttünk be, ezért ő elfogadta azt a szolgálati lakást, amely itt a kollégium udvarán áll. Ez azt jelentette, hogy mi ott laktunk ebbe a kollégiumba.
Olyan 60-70, sőt 70-80 fiú gyerek is volt egyszerre a kollégiumban. Csatári Bandi bácsi volt az igazgatója, és édesapám mint nevelő tanár. Télen az ajtóban, amikor reggeliről mentünk kifele, Ili néni ott állt, és bugyi vizitet tartott. Akinek nem svájci bugyi vagy bunda bugyi volt, akkor azt visszaküldt átkölött, ötözsnök kölött mutatni. Minden héten volt szekrényvizit, mint a katonáknál sorba rakni mindent, élire blúzokat, mindent, és minden áldott röggel, reggeli torna, akkor rohanni le az udvarra, és utána beágyazni. És ágyazás után jött a napos tanár, megnézte, hogy szépen sarokra van, ha nem, így fölhajtotta, és újra kellett ágyazni. Minden áldott nap a vacsoránál a napos felolvasta, hogy mi történt aznap, és azon kívül az, hogy kihányast kapott, az egyeseket, ketteseket, és akkor Ili néni megvonta a kimenőt. 57-től 61-ig Vásárhelyre mentem a közgazdasági technikumba tanulni, és így a Leány kollégiumba, a Kálvin téri Leány kollégiumba kerültem. Hát nagyon rossz volt a családtól elválni, de olyan szigorú és aranyos, ugyanakkor aranyos tanárok voltak, nevelő tanárok, hogy az ember egy idő után azért megszokott. Hát a igazgatónőre, Ili nénire, Laborc Falviné. Ili néni is szigorú volt, de igazságos, és hát a Lúcsi a becenévet kapta a másik tanárnő, akinek most nem jut eszembe a neve. Őt úgy hívták a diákjai, hogy bajnok. Egyszer pingpong versenyt hirdetett, és beszállt ő is, és úgy döntött, hogy akkor most ő is itt játszik a tanulókkal, és megnyerte mindezt. Akkor édesanyámmal palacsintát sütetett éppen, és úgy döntött, hogy a dobogó legfelső fokán állva, a gyerekek szeme láttára, hát nem az összeset természetesen, de azért jó ízűen falatozott ezekből a palacsintákból, és innentől azután bajnok lett a neve. A jövendő elsősök nagyon sokszor csak bajnok tanár urazták, lehet, hogy a tisztességes nevét nem is biztos, hogy tudták. Volt egy nagyon aranyos anyagbeszerző bácsi, a Miska bácsi, aki ilyen triciklivel járt, és hát nagyon szerette a lányokat. Mindig akkor romlott el a fürdőszobába valami, amikor este fürdés volt. Akkor mindig jött, lányok, szerelés van. Ezt imádta. Tudom, hogy voltak olyan kollégista társaim, akik ezeket az almákat, amik decemberben kaptak, nem ették meg, hanem hazavitték ajándékba. Az volt a karácsonyi ajándék. Van egy tragédia is, amit valószínű többen is elmesélnek majd, vagy esetleg tudhatnak, ami eredményezte azt, hogy rácsok kerültek például a kollégium ablakaira. Már egyetemi hallgató voltam, akkor hallottam egy szörnyűséget. 8-kor becsukták a boltot, tehát nem lehetett kimenni a kollégiumból. És természetesen az ablakon keresztül kilógtak a gyerekek, és úgy jöttünk vissza, hogy ki lehetett hajtani az ablakot, és megfogni, és így belendíteni a kerekünket így be. És azt hallottam, hogy ez az ablak egyszer csak leszakadt valakivel, és szörnyű balesetet szenvedett, talán még meg is halt. A Jóska barátunk valahogy utoljára maradt, és már nem akart körbe folyosón és a főbejáraton kijönni, egyszerűen az ablakon akart kibit benni. Na most a redőny föl volt húzva, Jóska barátunk viszont, aki tornázott is, megfogta ezt a vas redőny keretet, kinyomta, föltérdepelt az ablak párkára, kinyomta, és mint egy nyújtód ki akart szépen alatta lendülni. Sajnos a csukló nem bírta ezt a terhet, visszabillent, és ő fejjel leesett, a nyakcsigolyáját törte össze. Olyan csúnya sérüléseket szedett össze, úgyhogy sajnos hamar meg is halt.
A kollégium jelenlegi épületét, amely az Oldalkosár utca egy szám alatt található, 1965 őszén kezdték el építeni, és 67 nyarára fejezték be. Közel 400 diák költözött be az új épületbe. Az intézmény koedukált lett, és a régi fiú és leány kollégium lakói. Itt leltek új otthonra. Az eredeti cseresnyés nevet nem kaphatta vissza a kollégium, így lett az intézmény Szántó Kovács János középiskolai kollégium. 1968-ban, a 30 éves cseresnyés találkozón, Németh László a következőket mondta az új kollégium ebédlőjében. Nagyon különös érzés ebből a ragyogó teremből, ahol hát naponta több mint 400 tanyai tanuló, kitűnően ellátott gyerek étkezik. Visszagondolni arra a szomszédos kis házra, ahova Móri Zsigmond vitte el engem 38 esztendővel ezelőtt, és ahol a fönnmaradás a holnapi koszt bizony mindennapi gond volt. És én azt gondolom, hogy most elsősorban őrájuk gondoljuk, a vidéki tanyai tanítóra, aki bejött ide és elpanaszolta, hogy pusztuló tehetségeket lát, a fiatal tanárra, aki Sárospatakról idejött, és vállalta ezt a nehéz munkát, hogy szegény tisztviselők filléreiből összekoldulja, megszervezze a tanyai internátust. És mellettük harmadikul én Móricz Zsigmond nevét mondanám itt, akinek az utolsó éveit mellett én is ott kocogtam az ő kis botja mellett, és hát Vásárhelyre se kerültem volna soha el, hogyha ő nem mondja, hogy ide el kell jönni, és meg nem mutatja ezt az intézményt, el nem jön velem a beteg költőhöz, aki azóta meg is halt, és tulajdonképpen életemnek ezt a szép fejezetét, amit a vásárhelyi tartózkodás jelent, neki köszönhetem. Szatmári Lajos pedig így jellemezte az új kollégium épületét. A Csengettyű utcai otthon hivatását betöltötte, de itt áll, szinte a helyén, a Szántó Kovács kollégium pompás üvegpalota. Szeretnők hinni, hogy többet nyújt, s mind többet, s többet fog nyújtani annál, amit a tanyai tanulók otthonának, illetve a cseresnyésnek megálmodói elképzeltek. A kollégium 1992. január 1-jével kapta vissza a cseresnyés nevet. De amikor 67-ben végül is elvállaltam egy évre, hogy beindítom a kollégiumot, akkor három osztályban érettségiztettem. Brezsa Feri azt kérte, hogy mivel van itt a tanét kezdett, hogy maradjon meg az a három negyedik osztály, és érettségiztessem én, aki tanítottam őket három évig. Tehát úgy indítottam a kollégiumot, hogy három osztályban tanítottam, a gimnáziumban érettségiztettem, és szeptemberben meg férhez mentem. Soha nem volt nekem közösségbe beilleszkedési gondom, tehát nem volt nagyon-nagyon könnyen. Beilleszkedtem közösségekbe, és nem volt gond, hogy katedrára állnom. Az igazgatónő ebben az időben Schindler Endréné volt, mi Margit néninek hívtuk. Abban az időben nagyon lázadtunk, és nagyon sok bajunk volt vele, és mindig forrt a levegő a diáktanácsi üléseken, mert én diáktanácstag is voltam, meg a nagyobb kollégiumi gyűléseken is, és azt hittük, hogy a Margit néni az nem akar nekünk jót, de most 40 év távlatából úgy látom, hogy nagyon is jót akart nekünk, és nagyon jól ismert bennünket, és nagyon jól kezelte ezeket a diák problémákat, és a lelke, a szíve velünk volt. Ugye ez az időszak, ugye a Schindler Endrénél Margit néni, vagy ahogy mindenki hívta, Manyó nénének a regnálása idej. Én volt, 71-75 szerintem egy nagyon, nagyon pesgő korszak volt, legalábbis mi így éreztük. Kollégiumba kerültem, itt kezdtem 68. szeptemberében a munkás életemet. Most visszagondolva,
örülök, hogy ide kerültem, és itt kezdhettem. És úgy gondolom, itt töltött 7 év után, amikor tanári pályára kerültem, nagyon nagy hasznát vettem ennek a 7 évnek. És többször elmondtam, amikor ilyesmiről beszélgettünk, hogy aki tanári pályára készül, mindenkinek kollégiumba kéne kezdeni. Olyan nevelési gyakorlaton vehet részt, amivel sehol máshol az életben, a tanári pályán nem találkozik. Itt 24 órát töltöttünk együtt a gyerekekkel, lányokkal, fiúkkal is, olyan szituációban láttuk őket, vettünk részt az életükben, ami az iskolai tanári munkában, tanári pályán lehetetlen. Ahhoz, hogy ez a szerintem nagyon jó közösségi élet kialakuljon, nagyon jó tanárok kellettek, és nekünk szerencsénk volt egy kiváló tanárral, Bara Anikóval, aki nem tudom elmondani, azóta sem találtam példát, hogy ennyire ismerte a lelkünket, a gondjainkat, a problémáinkat, és persze lázadtunk, teli voltunk indulattal, és Anikó ezt olyan jó irányba tudta, pozitív irányba tudta fordítani ezt, ami bennünk tombolt, ez a fiatalkori láz, ez a láz és lázadás. Hát az egy külön fejezet, mikor megkezdték a tanyaiskolák felszámolását Vásárhely határába, az összes gyereket behozták a kollégiumba. Másodikos pici gyerekeket is. Hát azokat még meg kellett tanítani mindenre, kisebb villába lenni, na hát még az is meg. Minden egyébre elkísérni az iskolába, kikérdezni. És azt tudom mondani, hogy itt mindig forrt a levegő, itt mindig pezsgő volt a hangulat, mindig készültünk valamire, mindig volt valami rendezvény, kirándulás, mentünk valahova, utaztunk, készültünk, hol ismerkedési est, hol szüreti bál, hol Mikulás est, hol farsangi bál, hol filmklub, ahol varázsviták voltak, de a tanuláson kívül ezek a közösségi rendezvények voltak azok, amik leginkább meghatározók voltak, és leginkább megmaradtak bennem. Akkor többünket Manyó néni behívott a Zsuzsa tanárúrral együtt az igazgatói irodába, hogy akkor csináljuk meg a zenekart. És akkor úgy néztünk ki, hogy a Virágos Jancsi volt az egyik gitár, Pribeszki Pali a másik, Panyor Pista volt a dobos, Dajka Karcsi meg a basszus gitár, és én meg az énekes. Egyszer csak hallom ám, ahogy a portás néni bemondja a hangosba, hogy Göbös Laci azonnal jöjjön a portára. Kijöttem, és nem hittem a szememnek. A lányok körbe-körbe álltak, ütötték a vonat, és énekelték, hogy ringasd el magad. És akkor oda jött az Emília, és mondta, hogy azonnal hallgatassam előket, mert külön megkirúgat a koleszból. Mi időnként megcsináltuk azt, hogy poénból elővettük a házi rendet, és pontról pontra végigolvastuk, és jókat röhögtünk rajta. Hát körülbelül ez volt a házi rendhez való viszonyunk. 70-es években kezdett föllazulni érezhetően, jobban oda kellett figyelni. Sokan mondják, hogy szigorú voltam, bizonyos dolgokban igen, vállalom is, és ennek kellett lenni. 3. hónapos terhes voltam, és a rubeola tudottan, az nagyon veszélyes. Ezért egy kicsit túlkondenzáltam a dolgot, mikor már 5-ösével, 6-osával jöttek be az irodámba, hogy kiírta Pavel Lajos bácsi őket, mert rubeolásak. Jézus úr! Hát gondoltam, mondtam, ne gyere, maradj, menj hazafele. És akkor kiderült, hogy egy esti hülyeskedés után a kisebbrivel vívtak, és azt látták magukon reggel, hogy
Pöttyösök. Kopáncson kezdtem. 14. dűlőjében ott volt egy iskola, az a Kopáncsi, alsó Kopáncsi iskola. Ott kezdtem én a pályafutásomat. Ott én tanító voltam. De amit én mondtam, az megcsinálták. Bíró József volt a művelési osztályvezetője. Azt mondta, hogy lefigyelj Lajos, elfogy a tanyai tanulók az iskolából, bekör hozzalak a városba. Hova szeretnél kerülni? Én szívesen vállalnám a kollégiumba a tanyai gyerekeknek a nevelését. Emlékszem természetesen a Szabó tanár úrra, a Herkó Páter névre hallgatott. Időnként, ha ő jött ébreszteni, akkor mindig valamilyen ilyen félig német, félig magyar vezénysz szót sütött el. Ébresztő, akkor végig mentem az én őrzetembe, és akkor mindig elkezdtem egy verset vagy egy nótát. Tálogató harsan, tengernép az utcán, Szentpáli csatából jő bátor István. És így tovább. Mindig mondtam egy strófát minden szobában. Na és az utolsó szobában volt egy gimnazista gyerek, Pali, meg hívták. Majd előjön a neve. Milyen Pali, azt nem tudom. Elég az hozzá, hogy azt is fölköltem, nem kelt föl a csengetésre. Palkó, te drága Rajkó, visszatekültél évek múlva. És itt jön egy levél nevemre, úgy volt aláírva, hogy Palkó, a drága Rajkó. Cseresnyés lakója, egész nap csak udvarolgat, éjszaka megtanulhat. Korán reggel jön a tanár, a gyerek mögtök kóma, hiába is ébrezgeti. Tegnap tombolt diszkóba. Sújtó tanár úr, a legfontosabb figura volt itt tulajdonképpen. Ugye ő rajztanár, festő, és hát ő volt az, aki tulajdonképpen a zenekarokért volt felelős. Hát ő maga is nem szerette a zenét. Úgyhogy igazából ő is segített abban, hogy aztán egy évvel később megcsináltam a saját zenekaromat. A gimnázium könyvtárában volt valamilyen értekezletünk, és mondom neki, hogy András, mondom, ezek a cseresnyések, akik ide jönnek hozzánk találkozóra 5 évenként, azt javasolták, mondom, főleg pedig Szatmári Lajos bácsi, aki annak a tanyai tanulók otthonának egyik szervezője és vezetője volt, és azt mondta, hogy Sándor, miért nem csinálsz te itt ebből a kollégiumban egy cseresnyés kollégiumot? A polgármesteri hivatal elfogadja, akkor minden további nélkül. Így következett be aztán, hogy 1991-ben, ha jól emlékszem, ugye, akkor Laci hozta nekem azt a hírt, hogy Sándor, megszavazták, hogy cseresnyés kollégium legyünk. Milyen meglepő és csodálatos útjai vannak a gyereknevelésnek. Az ember nem is gondolná, hogy mindaz, ami úgymond alulból jön, vagy a lélekből fakad, és tovább akarjuk adni a gyerekeknek, az már értékteremtő aktus. A
Az újságban való szereplésünk, ez az újság, ez a Vásárhelyes vidéke, ez 1994. szeptemberétől indult, és hát egy heti rovat volt, ahol a tanulók megmutatkozhattak, bemutatkozhattak, és rendszeresen szállították is az anyagot, tehát nem kellett, hogy úgy mondjam, kipasszírozni belőlük, vagy noszogatni őket. Egyszerűen jöttek a versek, jöttek a novellák, jöttek a rajzok, és mindez az újság megszűnéséig élt. Az első teabárunk az 1995. március 1-én volt. Tulajdonképpen nem is nagyon voltunk benne biztosak, hogy ennek majd lesz folytatása, de egyszerűen a siker az olyan hatalmas volt, hogy folytatni kellett. Akkor ez a teabár, ez megfertőzi az embereket egy kicsit? Meg szerintem a maga hangulatával, az ingyen teával és a gyertyával jó közeget biztosít itt. Beszélgetésre, ismerkedésre, kellemes kikapcsolódásra. Melyik volt a legnépszerűbb program, melyik volt a legnépszerűbb műsor számotokra? Szerintem amikor a Drás Mihály jött le, valamint a Gráncsó és a Benkő Robi. Hát való igaz, hogy a kollégiumban, itt Hódmezővásárhelyen több ízben a te imitálásodra megfordultunk, és játszottunk, zenéltünk. És hát így visszatekintve talán az jut eszembe, hogy milyen nagyszerű volt, hogy csupa fiatal ember, növendék, diák, kollégista jött be a koncertekre, és bizony sokan voltak. És a legjavát érdekelte az a fajta zene, holott dicsérendőek a fiatalok, az akkoriak, mert azért az egy töredékes zene volt. Volt, amikor nagyon sok szép energiát sikerült összehoznunk, volt, amikor egy kicsit öncélúan elbotorkáltunk, de a lényeg az, hogy egy ilyen belsőből fakadó zene volt. Az a kollégiumi évek talán azért voltak különlegesek, meg emlékezetesek, felejthetetlenek, mert valami történt, úgy zeneileg is, akkor volt egy mozgás, és ott a kollégiumban több olyan kísérletet lehetett csinálni, zenei kísérletet, valahogy fogékony volt rá a hallgatóság, és azt kell, hogy mondjam nagyon röviden, hogy csak egyetlen egy fiatal ember, ez valahogy megérintett, hogy egyetlen egy ember, fiatalnak a szívében hagyott ez egy nyomot, ami elkíséri, illetve gondolkodásra készteti, vagy felismerésre ébreszti, már megérte ez az egész. A Cseresnyi és Diák Fesztiválok 1995-től 98-ig tartottak. Bejövőtől megkérdezzük, miben, hogy tetszett neki a műsor. Hello, szia, mutatkozzál be, légy szíves! Kis László vagyok. És láttad az előző műsort? Persze, szuper volt. Szuper volt? A zene, vagy mi tetszett legjobban? A zene is, meg a lányok, fiúk, a nagy izomkolosszak, szuper volt minden. Persze. Jó, akkor örülök neki. Itt maradsz egész estére? Persze, egész vasárnapig. Vasárnapig? Bent az a kollégiumban? Igen, megéri, hogy benn maradjak. Persze. Egy barátot hozott be ide? Nem, ide valósi kollégista vagyok. Ja, te is kollégista vagy? Igen. Ó, elnézést. Nem láttam. De így. Mit tetszik szólni ez a rendezvényhez, mint külső szemlélő? Hát azt hiszem, hogy nekem nagyon tetszik, mert jó kis szórakozás a fiataloknak, meg jó elfoglaltság, hogyha rend nekik. És amúgy milyenek a kollégisták általában? Mi a vélemény a kollégista diákságról? Hát szerintem általában jók a gyerekek. Hát van közöttük, aki kicsit kevésbé fegyelmezett, de úgy általában azt lehet rájuk mondani, hogy jól jók a gyerekek. Amit nagyon érdekes volt megfigyelni az elmúlt 15-16 évben, hogy nagyon sokat változott a gyerekanyag. Megjelenésükben is másak voltak, csendesebbek, kevésbé elszabadultak, tehát jobban lehetett őket fegyelmezni. A diákoknak az önszerveződő és aktivitásukat mutató tevékenységi formákra találtunk rá. Thank you.
Édesapám Kádár Ferenc református lelkész, vásárhelyi származású volt, és ő Németh László, a ma drága jó 8. megnevezésű osztályába járt, és hát nagy szeretettel emlékezett egykori tanáráról, és sokat emlegette gyermekkoromban ezt a cseresés otthont. 2008-ban ünnepeltük a kollégium tanyai tanulók otthona elődjének az elindulását. A 70 éves évfordulóra összeállítottunk egy emlékkönyvet, a Vásárhelyi példa címmel. Ez a cím, ez utalás Németh László azonos című tanulmányára, amellyel fölhívta az országos közfigyelmet az 1940-es évek elején a tanyai tanulók otthonára. És hát ez a Vásárhelyi példa a borítóján az első cseresnyi és nemzedéknek a kisfiú portréját mutatja. Érdemes ezt a képet hosszasan elnézni, a gyermekarcokat, a diákarcokat, a ruházatukat, azt a kettősséget, ami az élethelyzetükből, a sanyarú sorsukból, illetve a szívükben és a tekintetükben fölcsillanó reményből, tudásvágyból és előre törekvésből sugárzik. Itt állunk a tanyai tanulók otthonának emléket állító tábla alatt. 2003-ban, igazgatóságom utolsó előtti évében volt szerencsém megszervezni a cseresnyés találkozót, 65. évfordulót ünnepeltük személyesen Tószegi Péterrel és a még élő öreg cseresnyésekkel, és ezekkel a nagyszerű emberekkel eszmét váltottunk múltról, jelenről és jövőről. Ezekben az években évfordulókat ünneplünk. 2017-ben azt, hogy a jelenlegi épületünkben 50 évvel ezelőtt kezdődött meg az oktatás-nevelés. Ebből az alkalomból készült az alábbi kiadvány, mely egyik fő produktumunk ebben a tanévben. És 2018-ban azt, hogy elődünk a tanyai tanulók otthona megkezdte működését azzal a céllal, hogy kitörési lehetőséget biztosítson a város környékén élő szegény, de tehetséges gyermekeknek. Nekem a kollégium az egy nagy baráti társaságot, jó közösséget jelent, rengeteg programmal, kikapcsolódással, közben szilenciumokkal, tanulással. A barátokkal esténként rengeteget lehet nevetni, viccelődni, de hogyha bármi támaszt el, akkor a lelki bajokat is nyugodtan megbeszélhetjük egymással. A tanárokkal is ugyanúgy kialakult ez a bizalom, csak hát ugye a barátokkal mégis szorosabb. De így egy hatalmas családot alkot a kollégium. A szép lányokat hiába várom, zárt kaput, sok csukott ablak, a csinos lányok otthon maradnak. Villanytortás, villanytortás, villanytortás. Mi lesz velem így nyáron, az élményfürdőt ki nem állom, a környékünkön nincs táncos terasz, a magyar fesztiválok nem nyújtanak igaz. Villanyoltás, villanyoltás, villanyoltás. Nagyon várom az őszt, a vágy mindent legyőz. Nyílnak az ajtók, a sok földszinti ablak, a szép lányok novemberre felszabadulnak. Villanyoltás, villanyoltás, villanyoltás.
legyenek üres szobák. Búcsúzhatna már ez a hosszú langyos nyár. Villanyoltás, villanyoltás, villanyoltás. Villanyoltás, villanyoltás, pajtás.